Ha hiszi, megtalálja. Gyula térképétől a Magyar-Román GPS navigációs adatbázisig címmel jelent meg Erdész Ádám történész és Göndöcs Péter alapító könyve. A szerzők beszélgetése egy vállalat, majd egy vállalatcsoport történetét idézi fel. A Hiszimepet a Gyulán élő Göndöcs Péter alapította a rendszerváltozás idején. A cég eleinte papíralapú várostérképeket jelentetett meg, majd hozzáfogott a megyeatlaszok kiadásához. Az évek során valamennyi magyarországi település térképét elkészítették. Egy hosszú folyamat volt, először Gyula térképét adtuk ki 1991-ben, akkor láttuk meg, döbbentünk rá, hogy addig Magyarországon nem voltak település térképek, illetve csak a nagyobb, fontosabb településeknek voltak térképei, és rájöttünk arra, hogy minden településnek a saját identitásához, a lakóinak a tájékozódásához, vagy a turistának minden településen fontos, hogy legyen egy publikus térkép. A vállalkozás megerősödése egybeesett a digitális térképészeti technológia gyors fejlődésével, a térinformatika megjelenésével és elterjedésével. A Hiszimep az ország teljes területét lefedő digitális térképadatbázis tulajdonosa lett. Az évek során Románia feltérképezésével is foglalkoztak. Folyamatosan érzékeltük, hogy miután román határon vagyunk, tehát a Magyarországon határon vagyunk, de Románia pedig itt van mellettünk, és egy óriási ország, ahol szintén teljes térkép hiány volt. Ráadásul én előző 10 évben, 80-as évek elején, jutottam először ki Erdélybe, Székelyföldre, és rendkívüli módon megszerettem azt a közeget, és úgy éreztem, hogy én az ottani nemzettársaimnak is szeretném ezt a magyarországi térképezést átadni, vagy hát föltérképezni, segíteni az ottaniakat is egy térképrendszerrel. A Göndöcs Péterrel készült hosszabb beszélgetés a híradó után Értékőrző című műsorunkban tekinthető meg.